Állati jó bemutatón vettek részt ma a Damjanich János Általános Iskola tanulói a Kecskeméti Vadaskertben az Általános Iskolások Hete programsorozat keretein belül. A gyermekek egeret, patkányt, rókát, de még borzót is láthattak testközelből, miközben érdekességeket tudhattak meg a bemutatott állatokról. Teniszlabda, szemünk lenne a pingponglabda helyén, ekkora huplik, jó lenne? Nem? Hát látnánk a sötétbe, az jó, nem? Kézben hordozta körbe saját otthonában tartott rákcsálóit és vadállatait Tóth Gábor, az állati jó bemutatók előadója, ma délelőtt a Kecskeméti Vadaskertben. A gyerekek minden szavát itták az előadónak, az állatokat pedig érdeklődve figyelték. Kiváló a hallása, jól lát, jól szagol és még okos is. A létesítmény egész héten látványos programokkal kedveskedik az általános iskolás gyerekeknek. Ennek része volt a mai bemutató is. Két évvel ezelőtt akkor még csak egy óvodások napja volt a Vadaskert életébe, és akkor láttuk, hogy milyen népszerű, ezért tavaly már úgy döntöttünk, hogy nem csak óvodások napja lesz, hanem óvodások hete is. Viszont a népszerűség annyira nagy volt, hogy úgy gondoltuk, hogy egyébként is feladatunk az oktatás, az ismeretterjesztés, és akkor ezt kiterjesztettük az iskolásokra is, úgyhogy megszerveztük az iskolások hetét, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend, hiszen látjuk, hogy tavaly is több száz gyerek jött el ez alkalomból, és az idén is már több száz gyerek jelentkezett be is, illetve iskola jelentkezett be, hogy eljöjjenek, és megnézzék egyrészt a vadaskertet, másrészt az általunk tartott bemutatókat. És hát most is egy ilyen ismeretterjesztő oktató programot láthatunk. Miről van szó egész pontosan? Tulajdonképpen azok az állatokat, amik a környezetünkben megtalálhatók, ha nem is látjuk őket, mint az egér, a patkány, a nyest, ezeket az állatokról tartunk egy bemutatót, olyan módon, hogy egyrészt ismeretterjesztés formájában elmondjuk, hogy hogy élnek, mivel táplálkoznak, mit csinálnak, milyen az életmódjuk, és nyilván kézközelben meg is tudjuk őket mutatni, hiszen vannak olyan állatok, amikről esetleg éjszaka halljuk őket, de látni nem látjuk. Tóth Gábor 25 éve foglalkozik aktívan az állatokkal. A sólymászattal kezdte majd, amikor egyre több kérés érkezett felé, hogy vigye be a madarait az iskolákba és óvodákba, úgy döntött, nem a madarakat, hanem az addigra már megszelidített nyesteket és rókákat mutatta meg a gyerekeknek. Így kezdődtek az állati jó bemutatók, amelyekre ma már minden hétvégén sor kerül a Budakeszi Vadasparkban. Vadállatokat tartani nem egyszerű. Nem találunk irodalmi adatokat különösebben. Sokszor van olyan, hogy valaki ír erről, de láthatóan, mivel én már gyakorlom ezt a dolgot, észreveszem benne a piaci elemeket, hogy a könyvek is eladhatónak kell lenni, és a nem annyira szép dolgokat már nem írta bele, vagy a sikertelenségeit sem írta bele. Dacára a hiányos irodalomnak Gábor nem sajnálja az időt arra, hogy felfedezze és kitanulja, hogyan működnek ezek az állatok. Elmondása szerint gyakran hoznak neki állatkölyköket, ő pedig szívesen felneveli őket. Az előadó az érdekességek mellett arra is felhívta a gyerekek figyelmét, hogy bár ő maga otthon tartja ezeket az állatokat, nem szabad őket hagyományos házi állatként kezelni. Az élő állatnak amúgy is van egy varázsa, és sajnos ez a varázslat, meg a hallott, tévében látott élményeink kapcsán sokszor eszébe jut az embernek, hogy hát megölelgetem, megszorongatom. Ez vétek, egy településen előforduló vadállat, az a településünket élőhelynek tekinti, és egy kicsit hozzászokott, hogy közelebb van hozzánk, mint az erdőben élő rokonai, társai, de hogyha megpróbáljuk őket megfogni, pillanatok alatt vált a dolog, és eléggé meg tudják mutatni, hogy mennyiben különböznek tőlünk fizikailag, pillanatok alatt mérnek ránk úgy harapást, hogy már csak azt látjuk, hogy megy el, hogyha arról van szó, hogy megijedtek attól, amit tettünk. Gábor álláspontja szerint a simogatás, a dédelgetés sokkal inkább az ember igénye, mint az állaté. Azoknak, akik ilyen módon szeretnék kifejezni állatszeretetüket, a menhelyeket ajánlja. Sportcsatornám, ott már megy a magasugrás, biztos vagyok benne. Oda kapcsolok a Weasleyvel, és ott van a bajnok. Ez a kutyus is egy menhelyről származik. Világcsúcs kísérlet! Tapsolj a rönkén!